Sziasztok! Sziasztok! Mi vagyunk az Anomin program, legalábbis egy része, én Anomin vagyok, ő pedig, mivel az Anomin programnak is meg kell nyilvánulni itt a világban, egy cég formájában. Ő pedig a Gábor, aki a céget vezeti, mondhatjuk ezt valamit. Szolgál minket azzal, hogy minden a törvényes keretek között működjön. És azért van itt velem, mert szeretnék nektek beszélni az új óratípusokról. Viszont, ha elkezdenék nektek olyan dolgokról beszélni, mint például a zárt Facebook csoport, az nem lenne túl hiteles a számból. Azt sem tudom, hogy eszik-e vagy isze, de ő tudja, és ez a lényeg. Úgyhogy drágáim, óriási dolgok történtek itt nálunk. Szoktam azt mondani, hogy a nehézségek mindig óriási lehetőséget adnak az emelkedésre. Hát ez így is van, úgyhogy fejlődött az Anomi program az utóbbi időben. A jelenlegi nehéz helyzet miatt be kellett zárnunk, és ez így van jól. Ez azt jelenti, hogy csoportos óráink nincsenek. De ez óriási lehetőséget adott arra, hogy átálljunk online üzemmódra, amire mindig is vártunk, amit mindig is szerettünk volna. Hogy ez mennyire jól működik, azt tudjátok, mivel a Skype-os terápiás óráinkon ugyanúgy az az erőtér, amivel dolgozunk, megjelenik. Erről az erőtérről annyit, hogy mi úgy tapasztaljuk, hogy van egy erőtér, amikor mi kapcsolódunk, és ezekben az órákon is, amíg tart ez az élő online gyakorlás, meg fogjátok ezt érezni előbb-utóbb. Lehet, hogy egyből, ha érzékenyek vagytok, lehet, hogy később, ahogy finomodik az érzékelésetek, de mi azt tapasztaljuk, hogy van egy erőtér, amiben együtt vagyunk, és ez az erőtér fényes, tiszta, felemelő, szeretetteljes, gyöngéd, és ez nekem az életet jelenti. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eddig is ennyien választottátok az Anomi programot, és most lehetővé tesszük azt is, hogyha például valaki vidéken vagy külföldön van, vagy csak a jelenlegi körülmények miatt szeretnétek csoportban gyakorolni, de nem tudtatok eddig, úgyhogy mostantól tudtok, ez felkerült ma, hanyadika van? 23. Március 23. Március, mert majdnem május mondtam, szóval március 23-a. Ma felkerült az órarendbe, a csoportos online óra, be tudtok jelentkezni. Még annyit szeretnék erről elmondani, hogy ezek a gyakorlatok már 26 éve léteznek, biztonságosak, működnek. Viszont úgy állítottuk őket össze, úgy fűztük őket föl egy gyakorlatsorra, ami eddig még nem volt. Ez a gyakorlatsor nagyon különleges, mert olyan érzés, mintha ezt a szeretetteljes és gyöngéd erőteret tudnátok belélegezni a testetekbe. Meg lehet érezni, hogy mit jelent ez igazán, hogy szeresd önmagad. Vagy ez ne csak egy mondat legyen, hanem egy testérzet és egy szeretetteljes, felemelő, boldogító erőtér, ami nem attól hatékony, hogy hajtod magad, hanem attól hatékony, hogy kapcsolódsz magaddal a szívedben. Úgyhogy nekünk ez nagyon-nagyon sokat jelent, és tényleg egy csoda. Változatosak lesznek az órák. A gyakorlatsor az nagyjából ugyanaz lesz, de változatosak lesznek a meditációk, változatos lesz a relaxáció, a frekvencia. A frekvenciáról még annyit kell tudnotok, hogy külön dolgozik rajtatok. Ez azt jelenti, hogy amikor ezt hallgatjátok, akkor belép a személyes teretekbe, belép a testetekbe, mert minden rezgés, a testünk is rezgés, a körülöttünk lévő tér, minden itt a világban rezgés. Amikor ez a rezgés elkezd optimálisra hangolódni, annak mindig jó hatása van az emberre. Úgyhogy, drágáim, ráadásul ez a frekvencia ráadásul úgy dolgozik, hogy rátok hangolódik. Ez egy nagyon-nagyon személyes dolog. Ha van már Anomi Music CD-tek, akkor lehet, hogy tapasztaltátok azt, hogy Anomi frekvencia CD-tek, hanganyagotok. Lehet, hogy tapasztaltátok azt, hogy erősen hat, mert személyesen rajtatok dolgozik. És nyilván azokon is, akikkel együtt hallgatjátok, akikkel egyháztartásban éltek. Viszont azt javasoljuk, hogy ne osszátok meg másokkal a saját hanganyagaitokat, mert ez olyan, hogy mintha a saját személyes energiamintázatotokat adnátok tovább, és vele együtt a saját személyes nehézségeiteket is, amin ez az energia dolgozik. Úgyhogy azt szeretném kérni, hogy ezt a frekvenciát kezeljétek sajátotokként, és nyilván akikkel együtt éltek, ezek az élőadások nekik is szólnak. Ez természetesen adja magát, nem is kell külön mondani, ez jelenthet családi kedvezményt, vagyis hogyha tudjuk, hogy sok pár és sok család gyakorol velünk.
Mondanom sem kell, hogy ilyenkor természetesen egy óra díjat fizettek, de hát ez természetes. Mi van még? Még teljes a részletekkel? Most jön a száraz technikai részletek, így most jönnek a száraz technikai részletek. Be kellett zárnunk a fizikai terméket, de megnyitottunk egy online teret, tulajdonképpen egy online gyakorló teret. Karma Killer Yoga gyakorló teremnek hívjuk, ez egy zárt csoport a Facebook oldalon. Nagyon kérek mindenkit, hogy egyelőre még ne jelentkezzetek be. Ugyanis ebbe a csoportba, illetve ebbe a online gyakorló térbe akkor fogunk titeket beengedni, amikor kezdődik egy óra. Tehát tulajdonképpen mi úgy fogjuk tekinteni ezt az online gyakorló teret, mint egy fizikai tér, csak éppen a számítógépen keresztül fogunk találkozni, és nem élőben. Ez azt jelenti, hogy amikor fönt vannak az órarendben az órák, és ti jelentkeztek rá, ki kell előre fizetni ezeket az órákat kártyás fizetéssel, és utána, ha megvan a jelentkezés, megvan a fizetés, akkor be fogunk titeket engedni az óra előtt, ugyanúgy, ahogy itt ide is jöttetek az óra előtt, be fogunk engedni titeket ebbe a zárt csoportba, megtörténik az óra, és utána mindenkit kérünk arra, hogy hagyja el ezt az online gyakorló teret, azaz ezt a zárt csoportot, lépjen ki ebből a zárt csoportból maga, ugyanúgy, ahogy itt a fizikai teremből is elmennétek haza. Erre azért van szükség, ez nekünk egy pici segítség és könnyítés azáltal, hogy így tisztán tudjuk tartani tulajdonképpen ezt a termet, és amikor kezdődik majd a következő óra, akkor tudjuk, hogy ki az, aki már bent van, ki az, aki jogosult, hogy bent legyen ebben a teremben, úgyhogy ezért kérünk benneteket. Egyébként meg minden óra után, hogyha valaki esetleg elfelejtene kijelentkezni, mi mindenkit ki fogunk jelentkeztetni ebből a zárt csoportból, úgyhogy ezt nem vegyétek sértésnek, ez nem bántás, mindig vissza fogunk titeket engedni. Sajnos így tudjuk igazából teljesen tisztán tartani ezt a teret, és hogy reméljük, hogy megértitek ezt az intézkedést. Ami nagyon fontos még, hogy az óra kezdése előtt 30 perccel le fogjuk zárni a jelentkezési és a fizetési lehetőséget, azért, hogy zökkenőmentesebb és könnyebb legyen az adminisztráció és az órára való beengedés, hogy pontosan tudjuk kezdeni az órát. Úgyhogy nagyon fontos, hogy mindenki ezt tartsa be, hogy később érkezni lehet, fizetni viszont csak 30 perccel az óra kezdés előtt lehet majd online. És aki kifizette az órát, nyilván azt fogjuk tudni majd csak beengedni a zárt csoportba. Még egy nagyon fontos technikai információ, nyilvánvalóan az az adat, ami nálunk megvan, illetve a Facebookon lévő aliasotok tulajdonképpen, az lehet, hogy eltérhet. Éppen ezért minden egyes belépésnél fogjuk kérni azt az e-mail címet tőletek, amivel a mi rendszerünkben, tehát az Anamé program hivatalos oldalán regisztráltatok, és ami alapján ti fizettetek és bejelentkeztetek az órára. Remélem mindent elmondtam, amit szerettem volna. Igen, hogy kérdezzek valamit. Egész jól megértettem, hogy elmondtad. És nagyon jól mondtam el, vagy sikerült egy nagyon-nagyon könnyű rendszer fölállítanom. Még az a kérdésem, hogy de nem szinte csak fél órával előtte fizethetek, hanem hogyha csütörtök 6-kor lesz az első ilyen óra, én ezt most kifizethetem. Igen, tehát csak fél órával előtte. Vagy fél órával előtte meg már nem fizethetek. Így van, csütörtökön 6 órakor, tehát délután 18 órakor lesz az első ilyen online óránk, most 26-a, 7-e lesz az talán, tehát 18 órakor kezdődik az óra, 17:30-kor lezárjuk a lehetőségét annak, hogy ide jelentkezzetek és befizessétek az órát. Tehát aki ezután szeretne csatlakozni és befizetni, arra már nem lesz sajnos lehetőség, tehát 17:30-ig tudtok fizetni, és ezáltal bekerülni az órára. Ha már kifizettétek korábban az órát, és egy picit csúsztok, az nyilvánvaló, be fogunk titeket engedni, tehát egészen az óra végéig lehetőség van arra, hogy begyertek, ha kifizetétek 17:30-ig a részvételi díjat. Így ez így érthető lesz, ugye? Tudok én is egy technikai információt, nagyon figyeljetek, ez óriási dolog, kezdjétek el. Nem csak, hogy kidolgoztuk ugye ezeket a gyakorlatsorokat itt bezárva, ami egy óriási boldogság volt, de meetingeltünk is eleget, úgyhogy tapadt rám egy kis ravat, rám egy kis okosság. Például azt tudom, például, hogy lesznek olyan egyéni óráink, amik a nagy kurzusainknak felelnek meg.
És ezeket például nem az órarendben találjátok meg. De tulajdonképpen azon dolgoztunk, hogyha eddig megszoktátok, hogy van egyéni óránk, van csoportos óránk, meg vannak kurzusaink. És azon dolgoztunk most, hogy ezek mind-mind elérhetőek legyenek online. Úgyhogy, ha csoportos órát szeretnétek online, akkor az órarendbe menjetek, ha meg úgymond nagy kurzus szeretnétek, akkor meg a webshopba. Okos vagy? Igen, csak annyit Igen, okos vagy, se nagyon jól mondtad el, valóban. A nagy kurzusaink azok majd a webshopon keresztül lesznek elérhetők, de nyilván minden információ fönt lesz a honlapunkon. Annyit kell tudni, hogy ezek a nagy kurzusok, előre láthatólag és előre mondjuk nektek, hogy ezek a nagy kurzusok nem csoportban fognak zajlani, úgy, mint a csoportosok. Jó, Ezek a nagy kurzusok igazán kis létszámmal fognak zajlani. Tudjátok, hogy hány fővel? Egy darabban, egyen, azon veletek, mármint, hogy veled, aki éppen nézed. Mégpedig először is szeretném megköszönni a visszajelzéseket, mert az Atlantiszi kristályterápiát úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon szeretitek, és nagyon boldog vagyok, hogy ilyen színvonalú szolgáltatást tudunk nektek nyújtani. Úgyhogy ennek a mintájára kialakítottuk, ugye elkezdtük a kristálytest aktiválása kurzus sorozatot, amiben el is jutottunk a szívcsakráig. Ami még hátra van, az a torok, vagyis az, hogy megtaláljátok a helyeteket. Ami még hátra van, a harmadik szem, vagyis az, hogy ne agyaljatok tovább, hanem az élő tudásból békében létezzetek. És a koronacsakra, ami ezekben az időkben különösen nagyon fontos, ez pedig arról szól, az oltalomról, az isteni kegyelemről, az áldásról és az oltalomról, az igazi biztonságról. Úgyhogy, és nem csak ezek a kurzusok, hanem bármely csakrához kötődő karmikus tisztítás elérhető egyéni órában. Ezt a webshopon találjátok meg. És ugyanennek a kurzusnak a párja, ez pedig az energetizálás. Bármely csakrához kötődve, ugyanúgy elérhető a webshopban, mint az Atlantiszi kristályterápia. Az egyéni óránkat, ezt nem biztos, hogy jól tudom, de az egyéni óráinkat talán az órarendben találjátok meg, vagy ő mindjárt megmondja. Igen, talán az egyéni órák azok, tehát a normál, tehát az egyéni óra, amit eddig ismertetek, azok az órarendben lesznek nyilván megtalálhatóak, és minden egyéb olyan extra egyéni óra tulajdonképpen, ami a kurzusokat hivatott képviselni, azokat pedig a webshopon keresztül, de szerintem nem túlbeszéljük ezt, minden információ kint lesz ezen a Minyuszban, a weboldalunkon, és akinek van éles szeme, már láthatta ezeket a kis kitűzőket, és azt, hogy eltűnt az a nagy aranygömb, erről is hamarosan kaptok információt, ugyanis átdizájnoltuk, egy picit felfrissítjük a honlapunkat, hamarosan ez is érkezik, és még egy jó hír, mert nem tudom, nem bírom ki, hogy nem mondjam el, hamarosan érkezik egy új webshop, tehát a webshopunk is meg fog újulni, és a kristályokon és a fizikai lemezeken kívül Hello világ, innentől kezdve digitálisan elérhetőek lesznek a lemezeink is. Tudjátok majd, hogy a dinóból átmegyünk valami modernbe? Mi nagyon reméltük, hogy így lesz, és meg is történik. Most történik, figyeljetek, nagyon, nagyon jó lesz. És akkor innen szólítjuk Ausztriát, Olaszországot, Franciaországot, Svájc, Spanyolország, Anglia, és sorolhatnám London, sőt a London természetesen, Los Angeles, tehát Amerika, New York, de mehetünk keletre is. Tudjuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok szerte a világon vagytok, és gyakoroltok velünk, és nagyon hálásak vagyunk. A lojalitásokat nagyon szépen köszönjük, imádunk benneteket. És csak annyit akartam mondani, hogy sziasztok, most jött el a ti időtök is, gyakorolni tudtok velünk. Hála ennek a csodálatos változásnak, hogy online-ra térünk át, online órákra térünk át, úgyhogy nagyon várjuk, hogy itt legyetek velünk, nagyon várjuk azt, hogy elinduljon ez, és nagyon nagy örömmel fogadunk minden visszajelzést tőletek azzal kapcsolatban, hogy milyen volt a technika, milyen volt az óra, úgyhogy nagyon várjuk ezeket, és minden építő kritikát meg fogunk fogadni, és beépítjük arra, hogy a lehető legcsodálatosabb és a legprofesszionálisabb szolgáltatást nyújtsuk továbbra is nektek, ha nem is személyesen addig, amíg a külső körülmény ezt nem engedi, de legalább online térben. Viszont, mivel ez volt régen is a tervünk, hogy online elérhetőek legyünk, ezért ez később is megmarad. Úgyhogy az a rendszer, amit most felépítettünk, ez nem csak ennek a nehéz időszaknak szól, hanem a jobb időknek is.
Drágáim, az a lényeg, hogy a nagy kurzusért menjetek az egyéni órákért a webshopba, a csoportos órákat megtaláljátok ugyanúgy online az órarendben, és figyeljetek a felületeinket, és még a lényeg az, hogy nagyon-nagyon szeretünk benneteket, és nem tudjuk eléggé megköszönni azt, hogy velünk vagytok. Nagyon hálás vagyok értetek a Jóistennek, drágáim. És ismét a külföldön gyakorlóinkhoz szólok, természetesen angolul is lesznek órák, úgyhogy nyugodtan szórjátok szét a hírünket mindenkinek, kollégáknak, barátoknak, ismerőseknek, szomszédoknak, ott, ahol éltek, lesz külön angol nyelvű csoportos óra is. Ez most a második lépcső, tehát az első lépcső az, hogy elindulunk magyarul, és már készül Andi azzal, hogy angolul tartson órákat, meg ő, te is angolul fogsz tartani órákat? Persze. Fog tartani angolul órákat. Körülök, hogy meg tudtalak látni egy ilyen napot. Ez még számomra is újdonság, ez teljesen új dolog. A lényeg az, hogy természetesen angolul is elérhetőek lesznek ezek az online órák. Meditációt. De a csoportos órák is elérhetőek lesznek angolul, úgyhogy remélem nagyon sok jó információt és nagyon sok jó hírt adtunk most nektek. Nem, elengedünk benneteket. Nézzétek a honlapunkat, nézzétek a social médiát. Sziasztok, és találkozunk az online térben hamarosan. Sziasztok.